Sziasztok srácok, köszöntök mindenkit egy újabb Last Day on Earth Survivor videóban. Ez a videó egy picit más lesz, mint a többi. Szeretnék nektek raiddel kapcsolatosan tippeket, trükköket, tanácsokat adni. Úgyhogy én jó szórakozást kívánok a videóhoz. Na szóval, srácok, ez az ötlet tegnap jutott eszembe, amikor ugyanis Surfix kérdezgetett a raideléssel kapcsolatban, mik ezek a pixel hibák játékban maradt. Miért vette le lovra? Na, szóval, tegnap Surfix kérdezgetett a raideléssel kapcsolatban, és tényleg azt látom, hogy nagyon sokan nem tudnak sok mindent a raidelésről. Ezért úgy gondoltam, hogy a saját tippeimet, tanácsaimat el szeretném mondani nektek egy videó keretein belül. Én bízom benne, hogy hasznotokra válik, illetve hogy tudok vele segíteni. Először is, mielőtt raidelni tudsz, ugye, 25-ös szintet el kell érned. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de én ezt így tudom, hogy a 25 szint az mindenféleképpen kell. A második szintén fontos dolog raideléssel kapcsolatban, az nem más, hogy legyen egy CB rádiód, jelen esetben nekem ez itt található, viszont a blueprintek között pedig itt van rögtön elő. A CB rádió nagyon sok mindent tud csinálni, itt tudsz a kereskedővel beszélni, és előre megmondja neked, hogy mit fog kérni, illetve az Alpha Bunker kódját is innen megkapod, és még a raiderekkel is itt tudsz beszélni, itt tudsz velük kommunikálni, itt tudod őket ide hívni a bázisodra, és ezt most be is mutatnám. Tehát, ide jövök. Kereskedő. Ez a kereskedő csatornája. Raiderek. És itt el tudjuk fogadni, hogy ide jöjjenek a bázisunkra. Itt pedig ugye Alpha Bunker kódját tudjátok megszerezni. Miután ide hívtuk a raidereket, egy pár másodperc után meg is fognak jelenni a bázisunkon. És itt még nincs vége a történetnek, hiszen kérnek tőlünk 5 darab feladatot, amit teljesítenünk kell azelőtt, hogy ők adnának nekünk egy bázist. Ez a feladat mindig más, viszont vannak bele fix feladatok, mint például játsszuk ki az Alpha Bunker második, harmadik, illetve a negyedik szintjét, ezekből minden alkalommal egyet fixen kér. Itt arra kell gondolni, hogy az összes zombit meg kell ölnöd az adott szinten, turetekre ez nem érvényes. Viszont hogyha a negyedik szintet kéri, akkor ugye ott meg kell ölnöd a tureteket is, hiszen azok sajnos az utadban lesznek és nem tudsz rajtuk csak úgy átjutni. Nézzük a többi feladatot. Ugye, most jelen esetben nekem pont a negyedik szintet kéri sajnos, úgyhogy ezt teljesítenem kell majd. Illetve még azt kéri, hogy gyártsak le 25 spike traps-et, ilyen csapdát, szerezzek valahonnan egy C4-et, tehát itt nem jó, hogyha van alapból C4-ed, újat kell találnod. Javaslom az Alpha Bunker piros ládáját, vagy pedig a piros területeken mostanában nagyon dobálja a C4-eket. Itt azt írja jelenleg, hogy 25 ládát nyissunk ki veszélyes helyszíneken. Veszélyes helyszínek alatt ugye piros területre gondol, illetve az utolsó feladat számomra üzleteljek 3 alkalommal a kereskedővel. Oké, Zsoki, hogyha ezeket a feladatokat teljesítettük, akkor meg fog jelenni nekünk egy bázis a térképen. Hogyha ki szeretnétek raidelni ezt a bázist, figyeljetek rá nagyon, hogy a ti bázisotok kellően belegyen védve. Itt arra gondolok, hogy a fegyvereitek, illetve a fontosabb cuccaitok legalább egy kőfallal legyenek elválasztva, de én azt javaslom nektek, hogy sok falatok legyen egymás után. Most nekem itt nincs sok falam, mert ugye itt vasfallal van körbevéve a fegyver, és azt nem tudják elvinni semmiféleképpen, de amint látjátok, hogy bejussanak a bázisomba, legrosszabb esetben is 4 darab kőfal választja el a játékost. Itt a játékosnál egy picit térjünk ki még arra, hogy ugye a játék nem multiplayer, ezért te nem valós játékosokat raidelsz ki, hanem a játék által generált, másolt bot játékosokat, akikkel semmiféleképpen nem találkozhatsz az adott helyszínen, illetve hogyha ők megtámadnak, azok is csak NPC-k, botok, és semmilyen módon nem találkozhatsz velük, csak egy kis üzenet fogja jelezni, hogy megtámadtak, és sikerült-e nekik elvinni valamit, vagy nem. Következő fontos dolog, hogyha te megtámadsz egy bot játékost, mindig ki fogom hangsúlyozni, hogy bot játékos, hiszen nem real playerről van szó. Hogyha te megtámadsz egy bot játékost, megjelenik neked a bal felső sarokban ez a kis ikon, ez a kis koponya, halálfej.
Ez azt jelenti, hogy milyen szinten vagy fenyegetve. Az első koponya az nem vészes, 24 óráig fog tartani. Ez idő alatt téged megtámadhat az a bizonyos botjátékos, de ez nem valószínű. És itt még olyan sok cuccot nem fog elvinni. Viszont minél többet trédelsz a 24 óra alatt, akkor ez a koponya nőni fog. És a maximum szint a negyedik koponya, ami már azt jelenti, hogy komoly fenyegetésre kell számítanod. És itt már azért komoly cuccokat is elvisznek, és elég sok kőfalat lerombolnak ennek érdekében, hogy téged normálisan ki tudjanak fosztani. Ezért, hogyha kezdő vagy, akkor javaslom, hogy egy koponyánál túl ne menj, mindig várd meg a 24 órát, hogy leteljen, és csak utána kezdj el újra raidelni. Hogyha raideltél, visszajöttél a bázisodra, akkor osztoznod kell a looton a raiderekkel. Fontos, hogy mindig adj nekik elegendő cuccot. Minél többször raidelsz, annál kevesebb cuccal fogják beérni, annál gagyibb cuccokkal is beérik. Szóval, a lényeg, hogy mindig adj normálisan cuccot a raidereknek, hiszen, hogyha nem adsz nekik cuccot, akkor ők fognak visszajönni, és nagyon komoly fenyegetéssel kell számolnod. Hiszen a raiderek szintén bot playerek, viszont velük már találkozhatsz a bázisodon, kis eséllyel, de találkozhatsz, és ki fognak nyírni. Nem fogod őket megölni, nem fogod tudni megölni őket. Nagyon erősek, mind a három VSS-sel lő. Szóval ajánlatos tényleg, hogy mindenféleképpen adjatok neki cuccot, és én közben eszem és iszom, hogy nehogy megdögöljek itt a videó közben. Zsír. Zsír. Egy kis bázis bemutató is lenne igazából, szeretnék még arról is beszélni, hogy a csapdákat felejtsétek el. Régen menő volt, ma már nem menő. Nekem is csak azért vannak ott, mert úgy oda falat nem tudtam rakni. Inkább a csapda helyére is falakat rakjatok, hiszen a fal extra védelem, a csapdát nagyon könnyű széttörni. Nyilván a sima falat, illetve a deszka falat is könnyű szétverni, de ezek sokkal, de sokkal több zajjal járnak. És hogyha véletlenül bejön a multiplayer, akkor előnyötök lesz a támadók ellen, vagy a támadókkal szemben, hiszen mire áttörnek 3-4 falat, már ott van, hogy egy pár ládát tudnak csak nyitni, és már jönni is fog a zombi horda. Következő, de nagyon fontos dolog, srácok, hogyha raideltek, akkor rakjatok ki csali ládát. Látjátok, nekem itt van ez a 3 láda, ez nyilván nem véletlenül vannak itt, ezeket én szándékosan raktam jól megközelíthető helyekre, illetve úgy raktam le, hogy ne kelljen a botjátékosnak nagyon ráfeszülni a dologra, hanem simán ki tud fosztani. Ez amiatt jó, mert a botjátékos erre fog rámenni, mert nagyon könnyen megközelíthető, és ezeket a cuccokat fogja 90%-ban csak elvinni. Ezekben a cuccokat, hogy mit tegyél, hát ez érdekes dolog, igazából bármit belerakhatsz, ami számodra nem szükséges. Telefonból van vagy 80 darab nem szükséges, ebből is van vagy 80 darab nem szükséges. Itt nekem semmi, de semmi nem szükséges, úgyhogy ezekben a három ládákban csak olyan cuccok vannak, amik számomra szemetek. És a bot játékos, hogyha raidelsz, akkor ezeket fogja nagy valószínűséggel csak elvinni. Elég, hogyha egy ládát leraktok, de biztonságosabb, hogyha azért több van, tehát ilyen 2-3 ládát, hogyha leraktok, akkor már jók vagytok. Igazából még az is fontos, hogyha kijön a multiplayer, hogy azért legyen egy pár darab lövegetek, turetetek. Nekem 2 darab van, egy a bázison, egy pedig idekint. Ez is sokat jelent a botjátékosok ellen is, mert nem fognak tudni annyira megközelíteni. Hiába nem találkozhatsz velük, a játék alapon veszi azt, a játék figyelembe veszi azt, hogy neked vannak igenis tureteid, van extra védelmed, és így még kevesebb az esély annak, hogy betudhat volna a bázisodra. Nyilván ennek a turetnek üzemanyagra van szüksége, úgyhogy, hogyha esetleg odáig fajult a dolog, hogy már nagyobb szinten tudnak titeket megtámadni, akkor érdemes a turetbe üzemanyagot rakni, és úgy abba hagyni a játékot, viszont mellette ugyanúgy legyen csali ládátok. És így kevesebb lesz az esélye annak, hogy megtámadnak, be tudnak törni. A botjátékos ugyanúgy széttöri, szétrobbantja a kőfalaitokat, viszont a botjátékos sem tud átmenni a vasfalon. Tehát én nekem a cuccaim 100%-ban biztonságban vannak, hiszen nem fog tudni ide bejönni, mert nincsen benne az a vágó cucc, ami ugye szétvágja a vasfalat, viszont
elméletileg hamarosan érkezni fog az is, úgyhogy hát nagyon-nagyon várjuk igazából. És ugye ennek a Shockblade-nek lesz az egyik módosítása az, hogy szét tudod vágni a vasfalakat. Szóval srácok, igazából ezek az én tippjeim, hát én bízom benne, hogy mindent elmondtam nektek. Figyeljetek oda, hogy mit adtok a raidereknek, figyeljetek oda, hogy raid előtt milyen a bázisotok, biztonságban vannak-e a cuccaitok, figyeljetek arra, hogy legyen csali ládátok, illetve figyeljetek arra, hogy ha nagy szinten vagytok, tehát hogyha nagy szinten támadnak a raiderek, például a 3-as, 4-es kopolyátok van, akkor úgy hagyjátok abba a játékot, hogy legyen a turretben üzemanyag. Még egy fontos dolog, hogyha reggel beléptek a játékba, és észlelitek, hogy titeket megtámadtak, onnantól kezdve, hogyha kilépsz a térképre, onnantól kezdve áll 7 óra a rendelkezésetekre, hogy visszatámadjatok. 7 óra eltelte után eltűnik a bázis. Viszont, hogyha te reggel belépsz a játékba, és látod, hogy megtámadtak, de a fejedhez kapsz, hogy úristen, nekem mennem kell dolgozni, nem tudom visszatámadni, akkor ne aggódj, szimplán ne menj ki a bázisodról, hiszen a 7 órát onnantól kezdve fogja számolni, ahogy te kilépsz a bázisodról, és megjelenik neked a bot játékosnak a bázisa. Tehát csak annyi a dolgod, látod, hogy megtámadtak, látod, hogy mit vittek el, de nincsen időd visszatámadni, akkor kilépsz a játékból, semmilyen féleképpen nem mész ki a bázisodról a térképre, mert onnantól kezdve számolja a 7 órát. És hogyha nem mész ki, csak majd ha hazaértél a munkából, vagy az iskolából, vagy bárhonnan, és utána lépsz be a játékra, akkor ugyanúgy meg fog jelenni neked a bázis, és ugyanúgy 7 órád lesz arra, hogy megtámad, kiréded. Srácok, én bízom benne, hogy ezek a tippek, tanácsok a hasznotokra válnak. Írjátok le a véleményeteket erről a videóról, segítette nektek valamilyen szinten, és hogyha szeretnétek a jövőben is ilyen vagy hasonló jellegű videókat látni, akkor mindenféleképpen jelezzétek nekem a komment szekcióban. Hogyha a hangomat egy picikét furának véltétek, vagy ilyen fulladósnak, akkor bocsánatot kérek, de nagyon beteg vagyok, egy nagyon picit fulladok is, úgyhogy nagyon-nagyon sajnálom, srácok. Bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, és bízom benne, hogy jól éreztétek magatokat. Találkozunk legközelebb is. Én nagyon-nagyon jó túlélést kívánok nektek. Sziasztok!